Takács Fruzsina és Gergely Anna az Újhelyi Iskola táncosai nyitották meg a vasárnapi gyermeknap műsorait. A táncosok után az Ostermayer óvoda, Katica csoportja lépett porondra cirkuszi előadásával a múzeumkertben. A kicsik megmutatták, hogy milyen trükköket tudnak az idomított lovak. Volt kígyóbűvölő. Erőemelő művész. Szelíd oroszlánok és bűvész. És természetesen bohócok is. Foglalkozásokkal várjuk a kicsiket, lehet készíteni cirkuszi sátrat, cirkuszi sipkát, ugyanúgy, miként marionett figurát is. Ezen kívül ugyancsak hagyományosan az ügyességi játékainkat lehet kipróbálni. Egy különlegessége is volt a napnak, a Gyürich Szantusz János állatkert nem megszokott állatsimogatóval készült a gyermekeknek. Például ezt a kígyót is megsimogathatták a gyerekek itt a Hansági Múzeumban vasárnap, ahol egész nap gyereknapot tartottak, mégpedig a cirkusz jegyében. Volt láma is például, és papagájok is, és mellette természetesen ügyességi játékokban is versenghettek a kicsik. A kígyó mellett természetesen a görög teknőst vagy a csótányt is megsimogathatták a gyerekek, akik nagyon élvezték a programokat. Mi nekünk olyan programjaink voltak, hogy hát is igazából csak játszottunk mi. Bementünk a múzeumba, végignéztünk mindent, kétszer is. És nagyon jó érzés volt, olyan, mint a szülinapom lenne. A bemutatók, az állatsimogató, a kézműves foglalkozás és az ügyességi feladatok után a gyermeknapi programok a Fehér Ló Közösségi Házban, majd a Futurában folytatódtak.